A legutóbbi videómnak olyan fogadtatása lett, és biztos, hogy nem kell hogy melyik videóról is van szó, olyan fogadtatása lett, amire én megmondom őszintén, én egy kicsit sem számítottam. Alapvetően mindig nagyon megosztó témákkal foglalkozom a csatornámon, és tudtam, hogy az ősnyelv kérdés egy, kérdése is egy ilyen darásfészekben nyúlós téma lesz, de <laughs> erre azért még én sem számítottam. Voltak, akikben tényleg gyűlöletet váltott ki az a gondolatom, miszerint a magyar nyelv az szerintem nem egy ős nyelv. Legalábbis minden bizonyíték, amit olvastam, az vagy más nyelvekre is igaz, vagy más kultúrákra is igaz, vagy egyszerű logikai alapon megdönthető, és nem korán sem bizonyíték arra, hogy az első ember az magyarul beszélt. Nem tudom, hogy nekünk magyaroknak miért ennyire fontos az ősiségünk kérdése, legalábbis úgy veszem észre, hogy más kultúrákban nincs ez ennyire jelen, nincs ilyen nagy százalékban jelen, és a kollektív tudatban sincs a kollektív tudatban sem kap ilyen nagy szerepet, és ezzel nincs is semmi baj, csak annyi, hogy néha úgy érzem, hogy seggem vagyunk a jövőnek. Miközben a múltat bámuljuk, rálépünk a jövő lábára, és felkiáltunk, hogy a bal a sors, akit régen tép. És most lefogadom, hogy megint megkapom majd azt, hogy mennyire egy húda nagy magyar ellenes vagyok, mint hogy azt az utóbbi napokban többször is megkaptam. Aki személyesen ismerő, nagyon is jól tudja, hogy ez nem így van, nem fogom ezt ebben a videóban bizonygatni, önképzavar lenne, hogyha ma én magyar ellenes lennék, saját, a saját életemet hazudtolnám meg vele. Azért készül most el ez a videó, mert ahogy az utóbbi napokban jöttek és jöttek a hogy az országból című e-mailek, sőt volt, aki felelősségre vont amiatt, hogy miért töröltem a videó alatt az ő kommentjét. Én nem töröltem senki kommentjét, én a Szabadság hívő vagyok, de amikor minden mondatod arról szól, az én, az én szidásomról szól minden mondatod a kommentekben, akkor azt nem én, hanem a YouTube rendszere automatikusan törölni fogja. Egy szó mint száz, miközben kaptam ezeket a cifrábnál cifrább büdös pont 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 privát üzeneteket, e-maileket, nagyon sok gondolat is született a fejemben, és ez olyan volt ez, mint egy társadalmi kísérlet, így utólag belegondolva. Szóval ezeket a gondolatokat szeretném most ebben a videóban megosztani veletek. Vigyáznod kellene az ilyen speciális dolgokkal, nem hinném, hogy nyelvész professzor lennél. Tényleg nem vagyok egy nyelvész professzor, sőt nem is állítottam azt sehol sem, hogy én milyen nagy szakértő lennék a témának. De azok, akik ilyen végletes kijelentéseket tesznek, ők sem nyelvészek. Másrészt nem gondolom azt, hogy azért, mert nem vagyok szakértő, attól még ne formálhatnék véleményt. Valamint remélem, hogy nem mondok újat azzal, hogy az elismert nyelvészek nem nagyon foglalkoznak ezzel, a, ezzel az ősnyelvűség témával. Igenis, vannak nyelvészek, akik foglalkoznak ezzel, de ők nem bocsátkoznak ilyen végletes kijelentésekben, miszerint az első nyelv, ami a Földön létezett, az a magyar volt. Ilyet egy nyelvész sem írt. Most kiemeltél egyetlen embert, és vele kapcsolatban lehetséges, hogy igazad van. De a témával nagyon sok kompetens ember foglalkozik, talán őket is meg kellene hallgatni. Először is, mégis, kiket kellene hallgatni és olvasni. Nem mondtad azt, hogy milyen úton induljak el az úgynevezett fény felé, csak annyit, hogy induljak el. És ez a legnagyobb hiba, mert ebből az következik egy következő kérdés, szül ez a, ez a mondatod, nem tettél pontot a végére, és én kérdezem, hogy na de merre induljak el? Kinek a szavait olvassam? Én csak George Bernard shaw tudom idézni, nem szó szerint, ha magyar nyelvűnek születtem volna, százszor színesebben tudnék írni, mert a magyar nyelv olyannyira kifejező, amilyen az angol soha nem lesz. Ezt én nem is vitatom, és nem is vitattam. Mi magyarok tényleg sokkal választékosabban tudunk beszélni, sokkal jobban ki tudjuk fejezni az érzelménket, csak azért, mert magyarul beszélünk. De ebben az esetben szerintem az a probléma, hogy a magyart már eleve egy sokkal és fogalmazunk úgy, hogy egyszerűbb nyelvhez viszonyítjuk. Ha a magyart tegyük fel egy, egy, egy távol keleti vagy egy keleti nyelvhez viszonyítanánk, akkor már, már szerintem más lenne a kép. Azt, hogy még nyelv tartalmaz jelenleg is az ősiségből valamit, azt jelenti, hogy mindenféle nyelvújítás ellenére is a régi magyar nyelvet mintegy 60%-ban tartalmazza még mindig a jelenleg használt magyar nyelv. Ez a mennyit őrzött meg az alapnyelvből dolog, ez egy olyan kérdés, hogy ilyen alapon mondjuk a latin is egy ősnyelv, ugyanis az sokkal kevesebbet változott ez idő alatt, mint a magyar. És én csak azt mondom, és néltsétek félre, hogy fontos az, hogy az adott nyelvet melyik nyelvhez viszonyítjuk és mérjük. A magyar az európai nyelvekhez képest igenis különleges. Ezt senki nem tagadja, viszont a világon nem csak angolul, és nem csak németül beszélnek. Ha jól emlékszem, évekkel ezelőtt itt a YouTube-on dr. kis irén nyelvész professzor asszonyja volt egy interjú, aki egyébként 45 nyelvet beszélt, nyelvjárásokkal együtt. Azt a riportot jól lenne előkotorni, sok pártatlan és tudományos megállapítást tartalmaz. Ezt is sajnos nem találtam meg, nem találtam olyan cikket vagy interjút, ami, amit kis irén nyelvész adott volna. Valóban van egy kis irén, aki, aki az eltén tanít, de ő nem nyelvészetet, hanem irodalmat, szóval nem találtam semmit a neten doktor doktorasszonyról, pedig nagyon szívesen meghallgattam volna. Ezzel szemben az angolnál Shakespeare műveit angolról angolra kellett fordítani, hogy a ma embere is megértse. Míg az Ómagyar Mária sírolom és a Tihanyi Apátság alapító okiratát mi is el tudjuk olvasni és értelmezni, bár elég fura a mai fülnek. Azt, hogy az Ómagyar Mária sírolom elég fura a mai fülnek, azt én szintén ismét nagyon túlzásnak érzem. Nem azt mondom, hogy nem ismerek fel belőle szavakat, de azzal a szóval, hogy hogy Jun én nem tudok ezzel mit kezdeni. Azt a részt teljesen értem, hogy világ világa virágnak virága, ez rendben van. De azt, hogy Junhum Hum búol, fárad, ezt nem. Oké, fárad, de mi fárad? Eszembe nem jutna ezek alapján, hogy a szívem bútól fárad. Te vérült hiolotja, én Jun Hum alélotja. Én ebből csak annyit értettem, hogy a tevéred, nem látom benne a hullása és a szívem alélása szavakat. Azzal az állításoddal, miszerint szerint a Tihanyi Apátság alapító okiratát is el tudjuk olvasni és értelmezni, az szerintem szintén túlzás. Elfogult túlzás. De hogyha tényleg ezt csak én nem tudom elolvasni és értelmezni, ha csak tényleg én vagyok az egyetlen ebben az országban, aki ezt nem érti elsőre, akkor bocsánatot kérek, én vagyok a hülye. Visszatérve ugye azt mondhat, hogy, hogy a Shakespeare műveket azokat le kellett fordítani angolról angolra, bezzeg az Ómagyar Mária síralmat azt nem kellett lefordítani. Hát akkor miért van az, hogy az Ómagyar Mária siralomnak többféle értelmezése is van? Ha tényleg mindenki érti, és mindenki ugyanarra gondol, amikor elolvassa, akkor miért van az, hogy csak én nyolc nemet ismerek, akik lefordították az Ómagyar Mária síralmat és írtak róla, és mindegyikük más, máshogy értelmezett egyes szavakat. Mind a mai napig viták folynak abban a kérdésben, hogy egyes szavak vajon, mit jelenthetnek. Valaki magyar kódexek alapján fordította az ómagyar Mária síralmat, vagy aki pedig, valaki pedig latin kódexek alapján, és ezért van eltérés az értelmezések között. Mivel a következő komment nagyon hosszú, ezért én csak a második felére reagálnék, a magyar nyelv régi, marha régi. Nem menném kijelenteni, hogy a legrégebbi ősnyelv, de talán a legrégebbi, amit ma is közel eredeti formájában beszélünk, és megmelném kockáztatni, hogy volt, amikor ezen a nyelven ősmagyarok, sumérokkal és az indusmenti civilizációkkal kommunikáltak. A gond azokkal van, akik a magyar nyelv ősiségét lejáratják olyan kielentésekkel, mint a legrégebbi ős nyelv, meg Isten nyelve. Tényleg hallottam már olyan aki, aki szerint Ádám és Éva magyar volt az ilyenek akadályozzák meg leginkább a nyelvkutatást. Ebből nekem az jön le, hogy szerintem én azt mondtam az ősnyelves videómban, hogy a magyar nyelv az nem egy régi nyelv. Dehogy nem. Egy, egy, egy régi nyelvről van szó, viszont nem az első a sorban. És ebben egyetértünk. Bevág egy órás előadásból egy percet anélkül, hogy belinkelni a forrást, hogy a nézőnek is lehessen véleménye. Meghallgathassa a Paxel által vitatott előadásokat. Mi ez, hogyha nem manipulálás? egy ilyen témáról, egy egyperces részlet alapján mond, sugal negatív ítéletet egy olyan kaliberű emberről, mint Pap Gábor. Igazad van, a téma sokkal mélyebb, mint azt én a videóban bemutattam, de a legfőbb érveket azokat elhoztam, és pont azért játszottam be a felvételeket, hogy lássátok, hogy ezeket nem én találtam ki, ezek szó szerint elhangzottak egy interjúban az ősnyelvűség fő nagy érveit hoztam el, azokat az érveket hoztam el, amelyeket, a, amelyeket az illetékesek elsőnek hangoztatnak, amikor megkérdezik őket, hogy a magyar az, az, miért egy ősnyelv. Ezek az első nagy érveik. Én ezeket a nagyobb érveket mutattam be először, mert úgy gondoltam, hogy akiben majd úgy is felhetettem az éreklődést, ő majd úgy is bővebben utána jár a témának, és megnézi a többi kisebb érvet is. Sem kisdénes, sem papgábor nem nyelvész. Pakszál még arra sem vette a fáradtságot, hogy legalább ennek utána nézzen. Ez ugye csak egy vicc volt. Az interjúk alatt a kis infóablakban ott van kisdénes író, költő, műfordító, Pap Gábor művészettörténész. Sőt, el is hangzik az a mondat a videómban, hogy Pap Gábor tanár úr művészettörténészt hallhatjátok. Ez alapján, kedves Anikó, lehet, hogy nem egy videóról beszélünk. Paxel, azt te is említetted, hogy sok nyoma van, hogy a magyar és a sumér nyelv nagy százalékban megegyezik. Beütöttem a Google-ba angolul, hogy még nyelv a legrégebbi, és rengeteg találat jött föl, mind azt mondja, hogy a sumér. Kíváncsiságból én is beírtam a Google-ba azt, hogy még nyelv a legrégebbi, persze angolul, ahogy azt te is tetted, de egyik találat sem hozta ki győztesnek a sumér nyelvet. Sőt, és mivel nagyon nincs ö, írásos feljegyzésünk a nagyon távoli, de nagyon távoli időkből, ezért mindenki csak vitatkozik. Ha ilyen nagy mértékben keressük a, a választ, akkor talán a szanszkrit a legrégebbi nyelv, de mondom, nincs egyértelmű válasz, mert nincs rá bizonyítékunk sem. Amink van, az a szanszkritet, vagy kisebb törzsek nyelvét hozza ki győztesnek. Négyet sorolt fel a videóban. Kisdénesnek van egy könyve, ahol mindent leír. Nem csak négy egyel szót. Mint azt mondtam a videóban is, és most csak ismételem önmagam, van vagy száz szavunk, ami egyel kezdődik, és kettőről szól, de van több ezer szavunk, ami egyel de nem szól kettőről. És azért hoztam fel ezt a négyet példának, mert Kisdénes is ezeket hozta fel az interjújában példának. Ha bemész interjút adni egy tévéhez, és, vagy nem is tudom, egy kisfilmet készítenek róla, akkor akkor nem a leggyengébb érvekkel kezded el bizonyítani az állításodat, hanem a legerősebbekkel, ahogy azt ő is tette, és én is ebből indultam ki. A legerősebb érveket hoztam fel, és erről próbáltam én is véleményt alkotni. Valamint azért is kisdjénest hoztam fel, mint példa, csak hogy menjünk ebbe is bele, mert hogyha beírjuk a keresőbe, hogy ős nyelv, és ezt bizonyára más is megteszi majd, akkor kisdjénes az első találat. Valamint pár hete kaptam egy e-mailt, amelyben szintén kisdénes hozzák fel az ősnyelvűség bizonyítására. Szia, szerintem még sok más forrásból próbálj meg tájékozódni ezzel a témával kapcsolatban, meg fogsz lepődni. És azután úgy kb. egy év múlva készíts belőle egy újabb videót, sok sikert. Másik komment ez alatt a hozzászólás alatt. Kisdénes Bábel előtt. Én nem a Bábel előtt, hanem a Bábel után című könyvét olvastam el. Én egy olyan előadást hallgattam, hogy Bábel előtt, Valamint szerintem, és nem akarok tiszteletlen lenni, ezt ne értsétek félre, de szerintem kisgyenes az az ember, aki, aki mindig ugyanazokat az érveket hozza fel példának. Szinte minden könyvében ott van az az állítás, mi szerint a magyar nyelv az, az szinte, szinte különbözik a világ többi mint, több mint 3000 nyelvétől. Szóval a magyar az egy különleges, mert különbözik a világ többi nyelvétől. Igen, ez igaz, viszont azt, azt kifelejti, hogy ezzel, ezzel más nyelvek is így vannak. Minden könyvében ott vannak azok a példák, amelyeket én a múltkori videómban bemutattam, kivéve a, a körkörösséget, az R és a K fontosságát, bár úgy gondoltam, hogy ezek nagyon nem tesznek hozzá a videóhoz, ezért is nem kerültek bele. Mert azt, hogy a karika szavunkban benne van az R, amely hallatán a körkörösségre, a karikára asszociálunk, ezek alapján remélem, senki nem gondolja azt, hogy a magyar nyelv volt az első nyelv a világon. Szerintem nem finnugorok vagyunk, szerintem a japánokkal és a koreákkal is rokonok vagyunk, de lehet az ázsia kedvelésem miatt áll hozzám közel ez az elmélet. Mind a mai napig nagy vita folyik ebben a finnugor kérdésben, és nem is mennék ebbe bele. Viszont abban egyetértek veled, hogy igenis múlt tekintetében sokkal több közünk van a kelethez, mint nyugathoz, sőt, talán nyugathoz semmi közünk. Sőt, én azért is hangoztatom mindig azt, hogy, a, hogy ne a nyugati nyelvekhez, hanem a keleti nyelvekhez viszonyítsuk a magyart. A Hun birodalom az valahol Kína környékén ülhetett létre, majd a, majd a hunok egészen a, a Kárpát-medencéig vonultak, ez volt a legnyugatibb otthonuk, a legkeleti meg valahol Korra környékén lehetett, szóval igen, egyetértek az elméleteddel. Ha minden igaz, a kifli szavunk egy másik nyelvben sincs meg, még lefordítva sem. Ha valaki találfordításról legyen, olyan szíves is írja le a válaszában, kíváncsi vagyok rá. Szóval azt mondod, hogy azt, hogy kifli, azt más nyelv és más nemzet, azt nem ismeri. Tegyük fel, hogy a Szlovákiában bemegyek egy pékségbe, és kiflit szeretnék kérni, akkor csak úgy tudok kiflit kérni, ha azt mondom, hogy kenyér, szlovákul, vagy azt mondom, hogy zsömle, szlovákul. Remélem, hogy ezt te sem gondoltad komolyan, egyébként szlovákul a kifli az rozsok. Görögországban élek, és nem csak beszélem a görög nyelvet, hanem olvasom és írok is görögül. Sok régészeti lelet található a fantasztikus múzeumaikban, amik időszámításunk előtt több száz évvel keletkeztek, sírfeliratok, sztélék, stb. amiken a felirat jól látható és olvasható. A szöveget meg lehet érteni a betűk alakja sem változott. Ezek nem kitalált hablagy elméletek, hanem kézzelfogható bizonyítékok, joggal vehetnék a mellüket a görögök, hogy miért nem teszik. Mert nincs rá szükségük. Mindenki tudja. Így utólag már azt sajnálom, hogy a videómban nem hangoztattam jobban, hogy a videó célja az a, az a csőlátásunk kibővítése. Más tényezőket is bele kell venni az egyenletbe azért, hogy pontosabb eredményt kapjunk. Jobb is, hogy abba hagytad. Szerettem a videóid, de szerintem most mellé nyúltál. Kicsit kezd zavaró lenni, hogy te mindenkinél jobban tudsz lassan mindent. Nem azt mondom, hogy én mindenkinél jobban tudok mindent. Sőt, tudjátok, hogy ez nem így van, felesleges magyarázkodnom de hogyha valami olyasmivel találom szemben magam, amivel én, tegyük fel, nem értek egyet, akkor arról szerintem nyugodtan elmondhatom a véleményemet. Elvégre ez még mindig az én csatornám. Másodszor, és szerintem, és ezt most nagyon őszintén mondom, szerintem én korán sem vagyok olyan intelligens, mint amennyire azt így gondoljátok rólam. Én senkit sem akarok meggyőzni, nem is akartam soha, mindenki utánaolvasat a témának is, kialakíthatja a saját gondolatait. Az, hogy egy kicsit túllőttél a bizonygatásaiddal, abból vonható le hogy te mondásoddal sokat foglalkoztál értelmetlenül, Nobel-díj ide vagy oda, az idézett mondatot valóban ő mondta. Pontosan, ez így is van, tisztában vagyok vele, hogy ezt a mondatot ezt valóban te mondta. Én csak azt akartam érzékeltetni, hogyha egy professzor, akinek teszem hozzá, vannak jó, jó gondolatai is, csak teljesen más témákban, hogyha egy professzor az előadásain azt mondja, és te ott ülsz a, a nézők és a hallgatók között, és ezt meghallod, hogy telerede Nobel-díjas volt, majd hazamész, és rákeresel, bejutod a Google-ba, hogy telerede Nobel-díj. És rájössz, hogy ez nem igaz, és te átlettél verve. Azt érezheted otthon, hogy vajon a többi, amit ő mondott, az vajon mennyire volt igaz, hogyha, hogyha ez a kis dolog sem igaz. És ezt amúgy felfoghatjuk építőjelű kritikának is, mert nem a hasonlattal volt a baj, mert az igaz hanem az ilyen kis apró hazugságokkal és, és, és félretájékoztatásokkal. Ezek alapján, hogy hihetnénk el egy professzornak bármit is 60 év kutató munka után, hogyha ilyen kis példákban is hazugságokkal dobálózik? Remélem, hogy értitek, hogy mi, mire akarok kiukadni. És teszem hozzá, hogy nem csak egyszer, nem csak egy véletlen bakiról van szó, amikor terreledét hangoztatja és hozza fel példának, több, több előadásán is ez hangzik őszintén, amúgy meg ki az a Paxel? Nehogy már azt higgyétek, hogy eddig minden nyelvkutató tévedett, majd 2023-ban jön Paxel, aki egy heti interneten végzett munkával, majd megmondja a tutit, és bebizonyítja, hogy, hogy ez az igazság? Ugyan már. Ez pont olyan, mint a Wikipédia. Oda bárki írhat baromságokat, ettől még nem biztos, hogy, hogy az úgy van. Ez a helyzet van most is. Ez a gyerek már bebizonyította, hogy még videó hamis, még nem, még költünk, hogy halt meg, valóban milyen ember volt, a Biblia az nem úgy van, Shakespeare nem is létezett, stb. stb. Sokszor jókat nevetek a videóin is, és, és ennyi. Nem kell őt komolyan venni. Ebből él, ezért neki elő kell állni hetente vicces tartalmakkal. Köszönöm szépen. Istenem, aki a magyarok Istenet természetesen, nagyon divatba jött ez, a, ez az önigazolás. Százezer éves magyarország Jézus, magyar volt szinte mindent a magyarok találtak föl. Mi vagyunk a világ közepe, a miénk a világ legnehezebb nyelve. Sok igazság van ezekben. De aki beszél több nyelvet anyanyelvi szinten, és rengeteg idegen országban fordult meg, élt, ismerik kicsit mélyebben mások kultúráját, azt tudja, hogy szinte minden nép különlegesnek tekinti magát és országát, és bizony-bizony vannak más nehéz nyelvek is. Rengeteg külföldit ismerek, ki könnyedén megtanult nagyon jól magyarul, sokan azt mondják nehéz, embere válogatja. Vannak sajátosságaink, amiket én sehogy sem tudok lefordítani, mint például a hangutánzó szavaink, különlegesek vagyunk. Igen, mint hogy sok más nép is rajtunk kívül, csak ismerni kéne őket, nem pedig internet kanapé tudóst játszani. Én is ezt próbáltam elmondani a legutóbbi videómban, hogy más népek is ugyanolyan különlegesek a maguk szintjén, és mi magyarok is különlegesek vagyunk európai szinten, de már csak azt bánom így utólag, hogy, hogy mindezt nem tudtam átadni. És tényleg bocsánat, hogyha esetleg valakit megbántottam, nem ez volt a szándékom, és a lényeg is csak, hogy ezt tisztázzuk, és a legutóbbi videómban is ezt ki kellett volna mondanom, bár nem gondoltam volna, hogy ezt ki kell mondanom, én nem gondolom, hogy a magyar ez, az, csak egy ilyen pár száz éves nyelv. A magyar az valóban egy régi nyelv, ami több ezer éves is lehet, viszont nincs semmilyen bizonyítékunk arra, hogy a, hogy a magyar volt az első nyelv a történelemben. Ez a kettős mérce most nagyon guztustalan volt tőled. Ez a videós után leiratkozok innen és kilépek a fekete terem csoportból. Érdekelne amúgy az igazi magyarságot, sokan mondják, hogy román felmenőid vannak. Már elhiszem. Nem, nem erdélyi magyar vagyok bár az üzeneted alapján inkább csak azt mondom, hogy neked szlovák. Kb. két perces kutatás eredménye. Dr. Gosztony Kálmán összehasonlító szumér nyelvtan. 76. oldal. Az 53 szumér nyelv sajátosságból a magyar nyelv 51 esetén egyezést mutat. Igen, pontosan van közünk a sumérhoz, és olvastam én is kutatásokat, amelyekben nyelvészek írják le azt, hogy van kb. 1000 sumér szó, amit mi magyarok is mind a mai napig használunk, bár azt azért hozzá kell tenni, hogy, hogy ez a kutatás csak pár ezer sumér szó vizsgálatából született. A sumér szókincs az, az ugye nem csak ezer szóból áll, több ezer szóból áll, hanem ennél sokkal, de sokkal többből, ami vagy azt jelenti, hogy sokkal több szavunk egyezik a sumérokkal, vagy azt, hogy sokkal kevesebb. Lehet, hogy majd egy teljesen másik videóban sokak bánatára, lehet, hogy belemegyünk abba, a kérdéskörbe, miszerint szerint Ramszes Fáraó magyar volt, és magyarul beszélt. Mert az egyiptomi hieroglifák azok amúgy rovásírások, De, és hadd idézzek, és hadd zárjuk le így ezt a videót, ha tehát a mezopotámiai és az egyiptomi nyelv ugyanaz az ős nyelv, és az egyiptomit és a mezopotámiait is lehet magyarul olvasni, akkor abból világosan következik, hogy a régi keleti ős nyelv, az úgynevezett csumér és az úgynevezett egyiptomi nyelv szabályos magyar nyelv volt. Köszönöm szépen a figyelmeteket, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, remélem hogy azért nincs harag. Találkozunk legközelebb, addig is sziasztok.